Én is üdvözlök mindenkit. Nádori Gergely vagyok, egyfelől a Tanárblokk szerkesztője, de legalább ugyanennyire az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanára is. És ki fog derülni, hogy itt azért most még sokkal inkább, mint gyakorló tanár, sem mint blogszerkesztő fogok beszélni. Ja, az előadás címe az az, hogy online tanulási környezetek, és amiről itt szó lesz, azt sokféle névvel lehet illetni. Igazából arról van szó, hogy milyen terepe lehet annak, hogy digitális környezetben dolgozunk a diákjainkkal együtt. Ugye ez a digitális téma héten kifejezetten hasznos és hatékony lehet, hogyha van egy digitális felület, és mondjuk a borzasztó hosszú linkeket nem kell felírni a táblára a diákoknak, és így tovább. Én úgy tudom, hogy volt már egy ezzel foglalkozó webinárium, és bár néhány szóban én úgy általában is akarok ezekről beszélni, azért inkább, hogy is mondjam, csak egyre-kettőre koncentrálnám azt, amiről beszélni szeretnék. Ugye itt készítettem egy tökéletesen áltudományos ábrát, szerintem az ilyen női magazinokban található felmérések és grafikonok, ezek pont ilyen hasraütés rendszerrel készülnek, mint ahogy ez is készült, és könnyen lehet, hogy most már például egy picit máshová tenném ezt, azt, amazt. De azt próbáltam ebben bemutatni, hogy amikor online tanulási környezetet választ az ember, akkor aközött kell valami fajta kompromisszumot kötnie, hogy mennyi vetődtséggel jár egyáltalán elkezdeni, meg működtetni, és hogy milyen képességeket ad, milyen lehetőségeket ad. És ennek az ábrázolása látható itt. Én amiről most viszonylag sokat, vagy valamennyit fogok beszélni, az egyfelől a blogoknak, akár az online tanulási környezetként való használata, a Yammer-nek az online tanulási környezetként való használata, és a OneNote osztályjegyzet füzetnek az ilyen felhasználása. És hát azért ezek fognak előkerülni, mert amennyire tudom, korábban már az Edmodo-ról, meg a Moodle-ről volt szó, az Office 365 SharePoint megoldás pedig egy kicsit kilóg az én képességeimen, az én előkészület képességeim azok itt vannak, pont. És ami ezen túl van, abban én már nem szeretnék foglalkozni. Egy pár szóban azért említeni fogom, hogy az micsoda. Most már azért a Yammert egy picit lejjebb tenném itt, ide, inkább, de azért nézzük meg, hogy melyik mit tud. Ja, még azt gyorsan talán érdemes megemlíteni, hogy van még egy olyan online tanulási környezet, amit sokan emlegetnek, a Facebook, és láttunk már nagyon-nagyon-nagyon sok Facebookos projektet a világban, nagyszerű Facebookos projekteket is. Én azért nem szeretnék itt beszélni a Facebook iskolai használatáról, mert azt gondolom, hogy az egy sok szempontból ingoványos terület. Tehát amikor olyan helyre irányítom a diákjaimat, ahol nincsen teljes kontrollom afelett, hogy ők ott mit látnak és ott mi történik, akkor én óvatos vagyok. És ezért aztán, ha tehetem, akkor kerülöm a Facebooknak az ilyen használatát. Egy picit így fogunk haladni, nézzük itt a legelejére én a blogot tettem, ami ugye, mint tudjuk, egy
ősi eszköz, de attól még lehet nagyon hatékony, és mutatnék is egy olyan blogot, amit én nagyon-nagyon-nagyon régóta használok a diákjaimmal, és igazából még mind a mai napig működik. Ez a blog, ez a blog.hu motorral jött létre. A világ tele van blog motorokkal, ha valaki blogot akar indítani, és mondjuk nem a blog.hu-t szeretné, akkor ott van a WordPress, ahol szintén lehet indítani, vagy a Blogspot. Ugye a blog.hu-n, ami elég jó, hogy lehet olyan blogot indítani, amire azt mondjuk, hogy ez nem szerepeljen a nyilvános blogok között, és akkor reklámok sem lesznek rajta, tehát ez teljesen jól működik. Ezt a blogot, ezt arra használom, hogy a diákokkal digitális feladatokról kommunikáljak. Ugye lehet látni, hogy ide vannak kiírva a feladataik, amik ugye azért hatékonyak, mert hogy itt a linkeket egyszerű linkekként találják meg. Ezen a blogon egyébként a kommentelés az le is van tiltva, tehát nem is írhatnak hozzá semmit, ez egy egyirányú kommunikációra szolgáló dolog, de lehet akár olyat is csinálni, amelyikben a diákok maguk is kommentelhetnek, és együttműködhetnek. Én általában azt szoktam kérni tőlük, hogy a elkészült munkáikat, azokat küldjék el nekem a jellemzően e-mailben, tehát ilyen nagyon, nagyon 1.0-ásan működünk, de akár azt is lehet, hogy a linkjét ide tegyék fel, hogyha feltöltötték valami felhő tárhelyre. De nagyon jól lehet arra is használni egyébként ezt a blogot, hogy kérdőíveket osszunk meg velük, tehát hogyha azt akarjuk, hogy mit tudom én, anyagokat gyűjtsenek, válaszoljanak gyorsan kérdésekre részletesebben. Ugye ezt nagyjából még mielőtt a Szokratív és társai lettek volna, akkor használtam sokat erre a célra, de mondjuk itt például az található meg egy olyan űrlap, ahol értékelhetik egymás előadásait. Én nagyon többet nem szeretnék a blogokról beszélni, mert hogy körülbelül ennyit tudnak, és vannak bőven náluk sokkal jobb dolgok. Azt én most gyorsan megkérdezem az Attilától, hogy jól látszik-e, amikor váltok itt az egyik meg a másik között, mert az én nem látom, hogy mi megy ki. Nem. Aha. Akkor egy pillanat. Igen. Igen. No. És a következő, amire át szeretnék térni, az a Yammer nevű alkalmazás, vagy oldal, vagy eszköz. A Yammer az tulajdonképpen nem más, mint egy privát Facebook. És egyfelől az Office 365 részeként elérhető, tehát hogyha valaki az Office 365-re az iskolájával feljelentkezett, akkor
jammerje is van, de bárki csinálhat magának jammert, hogyha van egy olyan e-mail címe, ami nem valami ilyen nagy szolgáltatótól van, tehát nem gmail-es, vagy hotmail-es, vagy freemail-es e-mail cím, hanem a céges e-mail cím, akkor lehet készíteni egy jammert, és akkor mutatom is, hogy hogyan néz ki. Amit én most meg tudok mutatni, az egy pici sánta jammer, mert én ezt a jammert elkészítettem tavaly előtt szeptemberben az iskolánknak, az AKG-nak, és aztán rájöttem, hogy ott van a OneNote osztályterem, és szegény így maradt. De lehet látni, hogy van egy ilyen timeline, tehát ugyanolyan idővonal nagyjából, mint ami a Facebookon is megtalálható. A felhasználók között lehet csoportokat létrehozni, és ezeket a csoportokat aztán saját helyük lehet, amit csak ők látnak, amihez csak ők férnek hozzá, ugye ide kattintva lehet egy új csoportot csinálni. Ugyanúgy fel lehet tenni az oldalra képet, videót, stb. Bármi hasonlót. Lehet válaszolni, lehet lájkolni, lehet a kérdőíveket beszúrni, és lehet megdicsérni valakit. És aztán, ami érdekes, hogy van nagyon-nagyon sokféle app, amiket fel lehet rakni, amivel bővíteni lehet az oldalt, és akkor itt van például a hét lúd, amivel igazából ilyen projektmenedzsmentet lehet jól csinálni, és így tovább. Itt bőven lehet találgatni olyat, amit az ember szeretne magának. Én azt tudom például, hogy van olyan, aki a Yammert nagyon hatékonyan és nagyon ügyesen használja nap mint nap arra, hogy tanítson vele. A Benedekné Fekete Hajnak a Turán a saját osztályában a Yammert használja osztályteremként, és teljesen jól működik neki. Ami még érdekessége a Yammernek, hogy meg lehet nyitni egy részét akár publikusra is, tehát mondhatom azt, hogy legyen egy szülői felület, és a szülők akkor ne az iskola Facebook csoportjára, hanem ide jöjjenek, és itt nézzenek körül, és így tovább, és így tovább. Nagyon sok lehetősége van, nagyon sok mindenre lehet használni. És akkor visszamegyek a kis sugomhoz. Ugye itt a következő az volt, hogy van az Edmodo meg a Moodle, ezekről én nem szeretnék beszélni. Ugye az Edmodo-nál is nagyon sok mindent készen megkap az ember, és jól tudja használni, és tényleg ügyesen oktatásra van kitalálva. A Moodle az egy igazi, rendes elemes, egy ingyenes elemes, úgy hívják ugye, hogy tanulásmenedzsment rendszer, ahol a diákok követhetőek, és feladatokat lehet kiadni, és akár vizsgáztatni is lehet, és így tovább. A Moodle felállításához azért kell némi gyakorlat, és igazából egyébként most így belegondolva, a Moodle-nek ezt a kis pöttyét valahova ide kellett volna tennem a SharePointon túl, mert mind a rendszergazda részéről, mind pedig annak a részéről, aki aztán üzemelteti, szükséges hozzá némi tapasztalat vagy
vagy odafigyelés, meg ismeret. Én például Moodle indításra nem vállalkoznék. És akkor eljutottunk a mai este sztárjához, ami a OneNote osztályjegyzet füzet, és hát tényleg a sztárja sok szempontból. És mielőtt magát az osztályjegyzet füzetet bemutatnám, akkor egy picit a OneNote-ról is mesélnék, hogy az mit tud és hogyan tud csinálni. A OneNote érdekessége, hogy ez egy igazi ilyen root kiskacsa. Nagyon régóta ott volt már a OneNote a Office csomagban, és jelen pillanatban is az Office csomagban is elérhető, de teljesen ingyenesen elérhető mindenféle egyéb platformokra is, a Macintostól kezdve az Androidig. Egyébként azt elfelejtettem mondani, de akkor gyorsan hozzáteszem, hogy a Yammernek is van androidos app változata, tehát androidos telefonról is lehet teljesen jól nézegetni. Tehát visszatérve a OneNote-ra, általában az emberek nem tudják azt, hogy a számítógépükön ott van a OneNote, az az Office-ból az a lila. Ugye szokott lenni jó néhány ilyen, amiről nem nagyon tudnak. Nem nagyon tudnak a publisherről, meg a, nem tudom, az Access-ről, de ugyanígy a OneNote-ról sem. Felmegy az Office összes többi dolgával együtt, és kész. Hát most akkor megmutatom, hogy mire is képes ez az eszköz. A OneNote az eredetileg egy eredetileg egy jegyzetkészítő alkalmazás, ami arra volt kitalálva, hogy az ember jegyzeteket tudjon gyorsan készíteni. Én egyébként akkor barátkoztam meg először a OneNote-tal, amikor volt egy olyan diákom, aki diszgráfiás volt, és a nevelési tanácsadóból azt a könnyítést kapta, hogy számítógéppel jegyzetelhet, és hát az történt, hogy elkezdett számítógéppel jegyzetelni, és még rosszabbak lettek az eredményei. Ami nem volt megdöbbentő, mert megnézve azt lehetett látni, hogy Word-ben próbálta valahogy írni azt, ami elhangzik az órán, és egy keszekusza dolog lett belőle, ami teljesen követhetetlen volt az ő számára is. És akkor néztünk körül, hogy van-e valami olyan alkalmazás, ami esetleg jobban használható arra, hogy az ember vele jegyzeteljen. És így került elő a OneNote, így találtuk meg a OneNote-ot, amiről kiderült persze, hogy ott van a gépén, tehát hogy nem kellett semmit beszerezni, meg megtenni. Ugye maga a OneNote az elveiben klasszikusan úgy épül fel, mint egy ilyen polcon sorakoznának az ilyen lefűzők, ezeket hívják jegyzetfüzeteknek, nekem itt vannak sorba a jegyzetfüzeteim, és a jegyzetfüzeteken belül lennének ilyen, nem tudom, hogyan hívjuk őket, ilyen műanyag lefűzők. Ezeket szakaszoknak hívják a OneNote esetében. És azon belül pedig lapok vannak, amik itt sorakoznak. Ugye, ha egy új szakaszt nyitok, akkor rögtön lesz egy lapja, és hogyha én ide a címet beírom, hogy DTH webinárium, akkor itt rögtön meg is jelenik, hogy ez a DTH webinárium, és hogyha a következőnek azt a címet adom, hogy ez a OneNote-ról szóló rész, akkor az is megjelenik, és hogyha ezt meg megfogom, és beljebb húzom,
akkor alá kerül, és al oldal lesz, és így be is lehet csukni, meg ki lehet nyitni, ahogy szeretném. Utána itt van egy nagy fehér üres papírlapunk, ugye minden író és szerző réme az üres fehér papírlap. Az a szerencsénk van, hogy ezt bárhol elkezdhetjük megtölteni, és bárhová kattintva elkezdhetünk dolgozni. Hogyha én ide kattintok, és írni kezdek, például most ezt a szöveget, akkor ez itt megjelenik, és hogyha ideírok, akkor itt is megjelenik. Ezeket a szövegeket aztán ezen az oldalon rakosgathatom, amerre kedvem tartja. Ami érdekes, hogy ez az oldal, ez végtelen nagyságú, tehát erre jobbra, és lefelé is bármeddig tudok menni, és rakhatom le az információkat. A következő, amit ugye itt lehet látni, az egy már jól megszokott formázás menü, tehát be tudom állítani a betűtípust, meg a betűméretet, hogy milyen legyen, és így tovább, felsorolást, pam-pam-pam. Ezek egy Word használó számára már nem lesznek újdonságok. A stílusok használata az ugyanúgy nem lesz újdonság, ami viszont újdonság lesz, az a címkék használata. Ugyanis itt lehet látni, hogy van jó néhány címke, amiket hozzá lehet fűzni, itt van, hogy mennyi van, alapból. Hozzá lehet rakni mindenhez, hozzárakhatom egy bekezdéshez, hozzárakhatom egy képhez, hozzárakhatom egy linkhez, bármihez hozzárakhatom. Itt van, hogy ez mondjuk az olvasandó könyv címkét kapta meg. És amitől ez igazán érdekes, hogy mondhatom azt, hogy én keresni szeretném a címkéket, és hogyha azt mondom, hogy ebben a jegyzetfüzetben szeretném keresni a címkéket, és hogy hol van olyan, ami teendőként van megjelölve, itt van egy teendőként megjelölt dolog, ide kattintok, akkor oda is visz, ahol ez a címke van. Hol van a fontosnak megjelölt dolog, az itt van, hol van az olvasandó könyvnek megjelölt, az itt van. Egy különleges címke a teendő címke, ezt ugyanis aztán én ki is kattinthatom, hogyha úgy gondolom, hogy ezt már megcsináltam a címkeim között, és lehet látni, hogyha itt frissítem az eredményt, akkor itt már bejelölt címkeként jelenik meg, hogy ez megvan. Ugye ezzel mire lehet ezt használni a tanításban? Hát én szoktam például olyanokra használni, hogy a feladatok, a szorgalmik, a megnézendő videók, a házi feladatok azok külön-külön címkével vannak ellátva, és a diákok azok könnyen megnézhetik azt, hogy mi az, amit szeretnének, vagy mi az, amit meg kell csinálniuk. A beszúrás menü sorban itt, ami igazán érdekes, az nem a táblázat, mert az nagyjából ugyanaz, akár egy teljes fájlt is be lehet szúrni, tehát például egy Word fájlt ide rakhatok, és akkor az mellékelve lesz, és letölthető külön, de azt is mondhatom, hogy a képét rakja be nekem, tehát például a fájl nyomatnál egy Word fájlt itt oldalakra bontva
meg fogok találni, ugyanúgy PDF-vel is meg lehet találni. De működik a képernyő rész kivágása is, tehát mondhatom azt, hogyha ide kattintok, akkor ugye eltűnik a képernyő, és megjelenik itt az a kép, amit én kivágtam. Hát ugye most az izét vágtam ki a PowerPointból ezt a képet. Ami külön elég jó, hogy azonnal látom azt, hogy ezt mikor és honnan hoztam át. Hogyha internetes oldalról vágok ki képet, akkor annak az internetes oldalnak a címét is azonnal ide megkapom. Ami még érdekes, és magyar karakterekkel nem mindig működik tökéletesen, de hát tegyünk egy próbát, hogy van egy ilyen is, hogy a képbeli szövegkeresetővé tétele, akkor megpróbálja azonosítani, hogy milyen szöveg van itt, és hogyha a keresésre beírom, akkor esetleg előkerül. Nézzük meg, hogy mondjuk a Moodle-t megtalálja-e, és igen, tehát most idehozott, hogy itt van a Moodle, de akár azt is mondhatom, hogy a szöveg másolása képből, és hogyha utána itt beillesztem, akkor azok a szövegek, amik ott voltak, azok megjelennek. Ugye ez akkor lehet főleg érdekes, hogyha az ember mondjuk egy webhelyről így nem tudja a szöveget kimásolni, akkor így képként áthozhatja és kimásolhatja. Erre is jó lehet, és hát azt is lehet látni, hogy így valahogy furcsán rakja sorba, hogy hogyan megy, ahogy megnézi, hogy melyik jön előbb vagy később. A képeknél természetesen a számítógépemről bármilyen képet berakhatok, az online képeknél online keresetek, ugye a hivatkozás az szintén elég egyértelmű, ott egy webes hivatkozást lehet berakni. Amit én külön mondanék, mert hogy szerintem borzasztó izgalmas, meg érdekes, az a hangfelvétel meg a videókép rögzítése. Hangfelvételnél nem csak arra lehet használni, hogy nem tudom, valaki előadást tart, és akkor azt felvegyük, hanem lehet arra is használni, hogy hangban adjak visszajelzést a diákjaimnak. Ha bekapcsolom a hangfelvétel készítését, akkor elindul a hangfelvétel. Most azért nem akarom megmutatni, mert úgyse halljátok majd, mert a mikrofonra van kapcsolva, nem lehet hallani. Higgyétek el nekem, hogy elindul. És ami külön érdekes, hogyha közben én valahol bármit csinálok, nem lehet, nincs, megpróbáljuk. Tehát azt mondom, hogy elindult itt most ez a hangfelvétel készítése, és én utána ide megyek a rajzban, és ide húzok egy ilyen kört, és utána megpróbálom a hangfelvételt leállítani. Ezt követően pedig visszamegyek a rajzból, hogy ez legyen, a beszúrásmenüben voltam. Ide jövök, és ezt lejátszom. Akkor mutatja, hogy éppen hol tartottam. Tehát amikor a kört meghúztam, akkor ezt megvilágította, hogy ennél tartottam, sőt, hogyha ide megyek, akkor onnantól játssza le, ahol én ezt megrajzoltam. Ugye miért érdekes ez? Azért, mert így lehet arra használni, hogy hangban adjunk visszajelzést a diákjainknak. Tehát meg lehet azt tenni, hogyha ők a OneNote-tjukban adják be az embernek a munkájukat, akkor
akkor meg lehet azt tenni, hogy a végigolvasom, bekapcsolom a hangfelvételt, és mondom, hogy itt mi van, ott mi van, akár beleírok, belerajzolok, akár a kiemelővel kiemelem, hogy ez itt nem jó, és így tovább. Az én tapasztalatom az az, hogy ezzel a módszerrel sokkal több visszajelzést adok a diákjaimnak, mint amikor a dolgozaton szerepelt egy pipa, esetleg oda a margóra megpróbáltam valamit oda firkantani, hogy ott maradhasson. Úgyhogy erre is lehet használni a hangfelvételt, de aztán arra is lehet használni a hangfelvételt, hogy mondjuk a diákok nyelvből dialógust készítenek, akkor utána azt a OneNote-jukba veszik fel, akár az órán, mondjuk ha nem üvöltöznek eléggé, akkor mindenki hallatszik, akár az órán, és nekem tanárnak utána van időm mindegyiket visszahallgatni. Ugye ezeknek a feladatoknak a rákfenéje az szokott lenni, hogy amikor végighallgatjuk a 8 dialógust, akkor a diákok harmada az 5. után az unalomtól belső vérzésben kimúlik. Így csak nekem kell tanárként végighallgatnom a 8 dialógust, de én ezért fizetést kapok. A beszúrásnál, amit még mutatnék, az a videókép rögzítése, és azt pedig csak azért akarom elmondani, mert láttam egy olyan megoldást, ahogy egy kémia tanár használta ezt, egy egyszerű kis tripodra volt rakva egy webkamera, amivel így egy picit mozgatni tudta, hogy mit néz éppen a webkamera. És kísérlet készítéskor bekapcsolta a képfelvétel videókép rögzítését, és elkezdte a kísérletet felvenni. Egyrészt ez volt kivetítve, tehát a hátsó sorban ülő diákok is látták, hogy mi történik, akár még akkor is, hogyha egy mikrokísérletről volt szó. Másrészt ez ugye bekerült a diákok OneNote-jába, tehát ők akárhányszor újra nézhették. Harmadrészt ő akár még bele is rajzolhatott, és megjegyzéseket is fűzhetett hozzá, hogy ide nézetek, itt ez van, most erre kell itt figyelni, és itt tovább, amit ők tudtak használni. A következő az a rajz, ami nagyjából magáért beszél. Hogyha bárkinek van tolla a OneNote-hoz, akkor az egészen csodálatos lehetőségeket nyit meg. Sokkal jobban lehet beleírni a diákok szövegébe, sokkal könnyebben lehet felvázolni valamit, felrajzolni. Mostanában egy picit errefelé tart a világ, én azt látom, hogy a adott eszközökhöz dedikált toll, amit stílusnak is szoktak nevezni, az az oktatásban egyre fontosabbá válik. Az előzmények azok azért fontosak, mert hogy itt meg tudom nézni azt, hogy egy közösen szerkesztett OneNote-ban mi az az egy dolog, amit az egy adott diák rakott hozzá, mi az, amit valaki más. Az egyes oldalaknak meg tudom nézni a változtatásait, és vissza tudok menni korábbi változatokra, tehát mondhatom azt, hogy én egy korábbi változatot szeretnék megnézni, és azt állítsuk vissza, és arra is lehetőségem van, hogyha valamit kidobtam, akkor azt itt a lomtárból elő tudjam keríteni. A véleményezésnél ott a helyesírás és hasonlók állíthatóak be, a nézetnél pedig az, hogy hogyan nézzen ki. A teljes képernyő az egyébként a
akkor hasznos, hogyha ki akarom vetíteni a OneNote-ot, és akkor egyébként, hogyha egy érintőképernyős eszköze van az embernek, egy tabletje vagy valami, akkor teljesen jól használható akár interaktív tábla szoftver helyett is, és amit az órán én felírtam, jegyzeteltem, az ott lesz a diáknak, és ő használhatja. Nagyjából ez az, amit maga a OneNote tud, majd még vissza fogunk térni hozzá, amikor az osztályjegyzett füzetről lesz szó. De előtte kell egy kis kitérőt tennünk, mert hogy az osztályjegyzett füzet akkor érhető el, hogyha egy iskola intézményként, iskolaként az Office 365-öt bevezeti. És ez az egyetlen oka, ha ez az apróság nem lenne, akkor én szívem szerint az osztályjegyzett füzet használatát valahová ide tenném a bonyolultság előkészületek szempontjából. Ha ez az egy nem lenne, akkor borzasztó egyszerű lenne az osztályjegyzett füzet felállítása és használata. Azonban van, és ezért aztán nem feltétlenül egyszerű neki kezdeni a használatának, mert hogy itt a rendszergazdára van szükség. Itt a rendszergazdának egy körülbelül 5 perces munkát kell elvégeznie. Tehát ha valaki erre az oldalra megy, ami a Office 365 oktatási verzió oldala, akkor itt regisztrálni tud akár, tehát nem kell semmilyen papír, vagy semmilyen különleges jogosultság hozzá, hanem azután a megadott e-mail címére kap egy darab kódot, amit egy napig az iskola weboldalának a technikai részébe be kell másolni. Tehát ez egy pici kis kód, nem zavar senkit, nem látja senki, egy napig kell ott lennie, utána el is tűnhet. De ehhez rendszergazda kell, hogy ezt meg tudja tenni. Hogyha ezt a rendszergazda megteszi, akkor utána már azt, ami egy Office 365 oktatási verzióhoz szükséges, azt már egy bármilyen tanár is könnyedén meg tudja csinálni. Én azonban tudom azt, hogy gyakran milyen nehéz egy rendszergazdát rábízni arra, hogy bármit megtegyen. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy ez nem egyszerűen megugorható akadály. Attól a pillanattól fogva, amikor nem csak az emberen magán múlik az, hogy mi lesz a munka végeredménye, onnantól bonyolódnak az ügyek. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy az osztályjegyzett füzet felállítása az nem egyszerű, mert kell hozzá a rendszergazda. Onnantól fogva, hogyha megvan a rendszergazda, az embernek lesz egy ilyen oldala, amit mutattok. Megint itt van egy választás, lehet úgy is használni ezt a rendszert, hogy a felhőben van minden adat, vagy lehet úgy is használni, hogy a saját szerverünkön tartjuk. És igen, az Office 365 oktatási verzió ingyenes az iskolák számára. Másoknak nem, de nekünk igen.
Tehát visszatérve, tehát hogy ez a kép fogadja az embert, ugye itt vannak a különböző online appok, amiket lehet használni, és lehet látni, hogy itt már itt van ez a Class Notebook, amit majd meg fogok mutatni. De nem ebben kezdjük, hanem a rendszergazda résszel, csak hogy kiderüljön, hogy mi az, amit ebből tenni és tudni kell. Itt van a rendszergazda része. Egy picit... Egy picit ijesztő tud lenni, hogy itt például szerepel olyan, hogy számlázás, én kapok minden évben egy 0 forintos számlát, tehát hogy nem kell emiatt aggódni, és ez a Microsoft ígérete szerint így is marad a világ végéig. Azt is lehet látni egyébként, hogyha az ember így megnézi, hogy itt ilyen vállalati profil, meg ilyenek szerepelnek, Skype vállalati verzió és társai. Ez azért van, mert eredetileg ez az Office 365 a cégek számára ajánlott Office 365, amit megkapnak az iskolák. Én ebből egyetlen egy dolgot használok, a felhasználók kezelését. Ide megyek, hogy aktív felhasználók, akkor itt vannak az én aktív felhasználóim, ugye mivel mi azt választottuk, hogy a felhőben legyen az összes adatunk, leginkább azért, mert nem akartuk a saját meglevő ősi levelezési szerverünket ugyanarra a címre hozni, mint ennek a levelezési szervere. Na, de így aztán itt vannak maguk a felhasználók, és egyszerűen itt rá tudok keresni egy felhasználóra. Mit tudom én, például lehet látni, hogy itt van Kardos Benedek, meg Kardos Éva, meg Kardos Blanka, és hogyha meg akarom őt nézni, akkor itt tudom a új jelszót megadni neki. Ez ugye elég fontos, mert gyakran veszik el a jelszavukat a fiatalok, és amikor egy új felhasználót hozok létre, akkor tudom megadni azt, hogy ez az új felhasználó oktató vagy diák legyen. Én azt választottam, hogy mindenkinek a felhasználó neve az a vezetéknév pont keresztnév legyen, azért, mert akkor akár könnyen lehet küldözgetni egymásnak levelet, anélkül, hogy meg kellene kérdezni, hogy mi a te e-mail címed. Ez egyébként már magában is viszonylag hasznos lehet, hogy a diákok így kapnak egy saját e-mail címet, ami az iskolához kötődik, és kapnak mellé egyébként a OneDrive-on 1 terabyte tárhelyet is, ami szintén elég hatékony. Tehát ez az, amit egyedül használni kell, hogy diákokat felvigyek, vagy akár kitöröljek, hogyha elhagyták az iskolát. Azonban innentől fogva, hogyha ezt megtette az ember, akkor megnyílik előtte a OneNote osztályteremnek a lehetősége, vagy osztályjegyzetfüzetnek a lehetősége, ami pedig hát itt érhető el. És először megmutatom, hogy hogyan néz ki ez az oldal, hogyha ide megy fel az ember, de az Office-ból bejelentkezve is lehet használni, meg majd mindjárt mutatom, máshonnan is lehet használni. Hát dehogy nem tölthető le. Mindjárt megmutatjuk, hogy teljesen jól letölthető. Ide megyünk. Tehát így néz ki. Itt lehet egy újat létrehozni, itt lehet tanulókat hozzáadni, itt lehet oktatókat hozzáadni, mert egy-egy
osztályt persze többen is taníthatnak, és itt pedig a hivatkozást lehet beolvasni, amit aztán majd meg kell osztani a tanulókkal, meg az oktatókkal is. Az osztályjegyzetfüzet létrehozása borzasztó egyszerű. Ide kattint az ember, ad neki egy nevet, legyen az a neve, hogy DTH. Tovább megyek. Itt meg kell adnom azt, hogy milyen, vagy nem, itt csak látom azt, hogy milyen részekből fog állni. Ezt majd mindjárt megmondom, hogy hogyan. Itt egy másik oktatót fel tudok venni, hogyha elkezdem beírni az nevét, mondjuk, akkor itt van egy lehetséges másik oktató, akit felvehetek. Itt tanulókat lehet felvenni. És hogyha tovább megyek, akkor még meg lehet azt nézni, hogy a tanulók saját helyén milyen szakaszok legyenek, tehát az hogyan nézzen ki. Alapból emlékeztetők, osztályjegyzetek, házi feladat, tesztek találhatóak, de természetesen ezt úgy tervezem, ahogy akarom, hogyha én csak teszteket akarok, meg még mondjuk egy olyat, aminek az lesz a neve, hogy vidám pillanatok. Akkor az is létrejön. Utána, hogyha tovább megyek, akkor megnézhetem, hogy oktatóként ez hogyan fog kinézni, és tanulóként ez hogyan fog kinézni. Ugye Ábrahám Máté azt fogja látni, hogy tesztek meg vidám pillanatok, és egyébként meg még egy együttműködési területet, meg egy tartalomtárat fog látni. Ezekről mindjárt beszélek, hogy mit tudnak. És a létrehozásnál puf, létre lehet hozni. De én ezt most nem hozom létre, hanem ehelyett inkább magában a OneNote-ban mutatom meg, hogy hogyan is néz ki egy ilyen OneNote osztályterem. Ja, ami lényeges, van egy nyitólap, ugye ennek most itt az a neve, hogy üdvözöljük, én ezt ilyen bulletin boardnak használtam, egy ilyen fali újság szerűségnek, hogy a diákjaimmal itt tudok kommunikálni arról, hogy mit, meg hogyan, meg miként kell csinálniuk, és ez itt mindig megy lejjebb. Ma már nem ezt használnám erre, mert azóta a OneNote osztályjegyzetfüzet okosodott. Utána van egy olyan rész, aminek az a neve nálunk, hogy tananyag, és itt én ide a magát a tananyagot rakom, ugye ezt tartalomtárnak is szokták nevezni. Ennek az a lényege, hogy ami itt található, azt a diákok csak olvasni tudják, de írni nem tudnak bele. Tehát ők innen kimásolhatnak dolgokat, meg el tudják olvasni, de ez a tankönyv mondjuk, vagy ez az a rész, ami, ahol csak én akarok velük kommunikálni. És akkor mit tudom én, itt van az evolúcióról levő dolog, itt vannak a feladatok, amiket meg kell csinálniuk, és a pontok, amiket kapnak, és így tovább. A következő dolog, amit még találunk, az az, hogy minden egyes diáknak van egy saját füzete. Ezt csak én, meg csak ő látja. És hogyha megnézzük, akkor itt lehet látni, hogy ő például így jegyzetelt a különböző órákon, és ebbe én bele tudok neki írni, ide azért nem írtam bele, mert ez elég, hogy úgy mondjam, kimerítő jegyzet volt, tehát nem volt arra szükség, hogy még ilyen ide kerüljön, de ugyanúgy ide kerülnek a plusz munkák képei, hogy ő például galaxisokat osztályozott, és hogy
azoknak a képe, a kész feladatai a különböző epohákból, ahol egy hajókat kell követnie, hogy merre járnak, és így tovább. A házi feladatok, az eredményeknél én szoktam kommunikálni velük, ahol leírom azt, hogy hogyan teljesítettek, és adok akár tanácsokat arra, hogy hogyan dolgozzanak másképp, és a dolgozatokra való felkészülés is itt van például. Ezen túl van még egy közös hely nevű rész, ahol ugye itt például, amikor a bolygókat tanultunk, akkor a csoportokat a különböző bolygókról neveztük el. A közös helyben abban mindenki tud írni is, meg olvasni is, úgyhogy ez szokott lenni a közös munkának a helye, tehát ha valamit együtt kell csinálniuk, és akkor, mit tudom én, a videókat, amiket gyűjteniük kellett a láváról együtt, mindnyájuknak, azt a csoportból, azt ide másolják fel, és ide rakják maguknak, vagy ami információkat a különböző űrkutatási programokról kerestek, vagy ami információkat nagy vulkánkitörésekről, és így tovább, és így tovább. Ami külön izgalmas, az az, hogy megjelent a OneNote-hoz egy kiegészítő, ami letölthető, az osztályjegyzetfüzet kiegészítő, ahol egyrészt el tudom érni alapból rögtön egy kattintással az új jegyzetfüzet létrehozását, vagy a tanulók hozzáadását, oktatók hozzáadását, vagy akár a hivatkozás beolvasását. Ugye az egy link, amit először meg kell adni a diákoknak, hogy onnan töltsék le a jegyzetfüzetet, és onnan dolgozzanak vele. De ami itt külön jó pofa, meg érdekes, és az meg külön szép, hogy ez a rész ez azért került bele a OneNote-ba, mert hogy nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptak az osztályjegyzetfüzetről, hogy ez teljesen jó, de még az hiányzik belőle, hogy. És akkor itt van ez a lap kiosztása, ahol ezt a lapot, amin éppen vagyok, kiválaszthatom, hogy melyik szakaszba szeretném belerakni, és akkor az abban a szakaszban az összes diáknál megjelenik. Ugye innentől fogva kifejezetten könnyű a diákoknak feladatokat kiadni, és ami még jobb, hogy itt lehet csoportokat is definiálni, tehát mondhatom azt, hogy az ABCD gyerekek, ők mondjuk a haladó csoport matekból, és nekik osztom ki az egyik lapot, és ők pedig a kapaszkodó csoport, és nekik a másikat, vagy az egyiknek azt mondom, hogy ők mondjuk a vizuális tanulók, és nekik egyet osztok ki, a másik csapat meg mondjuk, akik inkább szövegekkel jobban bánnak, és nekik egy másik feladatot osztok ki, és így tovább, és így tovább. Tehát lehetőség van arra, hogy a diákoknak teljesen jól ki lehessen osztani a feladatokat csoportokban is. Ami még érdekes, hogy van egy ilyen is, hogy tanulói munka ellenőrzése, amivel pedig azt lehet megtenni, hogy mondhatom azt, hogy egy adott nevű szakaszt minden gyerek füzetéből, és akkor ezt most nem itt fogom megmutatni, hanem egy másik jegyzetfüzeten, ahol mondhatom azt, hogy én szeretném az emlékeztetőket végignézni a diákoknál, és azon belül is az ezt csináltam oldalt, és itt vannak a diákjaim sorban, és itt tudom végignézni, hogy ők mit csináltak. Ugye nálunk most egy olyan
blog volt a feladat a saját témahetünkön, hogy blogot készítsenek arról, hogy milyen 13 évesnek lenni, és ez itt szépen végig követhető, és ugye még az is a feladatuk volt, amit néhányan megcsináltak, néhányan nem, hogy jelöljék azt is, hogy mit gondolnak, mennyire voltak hasznosak, és milyen kedvük van ettől, és ezt ugye ilyen kis arcocskákkal lehetett jelölni. Úgyhogy ez az, amit az osztályjegyzet füzet kiegészítő tud, amelyik szintén egyébként az osztályjegyzet füzet oldalról letölthető, tehát hogyha ide megy az ember, nem ide megy, hanem a kijelentkezünk, és úgy megyek fel a Class Notebook oldalra, de akkor még továbbra is be vagyok jelentkezve, de szerencsére semmi nincsen veszve, mert én ennek az osztályjegyzet füzetnek a linkjét azt ide raktam, innen tölthető le. 2013-as vagy 2016-os OneNote kell hozzá. És én a végére értem annak, amit mondani szerettem volna. Bármilyen kérdésre nagyon-nagyon szívesen válaszolok. Na nézzük. Az osztályjegyzet füzet az csak akkor működik, hogyha van Office 365 az iskolában. Tehát ahhoz végig kell azt verni, hogy az embernek a rendszergazda hajlandó legyen azt a tényleg 5 perces munkát megcsinálni, nincs többre szükség, amivel igazolja azt, hogy ez egy iskolai account, mert egy iskolai oldalra kerül be az a kód. Ennyi. Tehát, hogy a gyerekeket a tanár tudja felvenni, tehát minden a tanár tudja felvenni a gyerekeket, meg az oktatókat is. Tehát nem kell hozzá onnantól fogva más. A Office 365 be magába, abba a gyerekeket a rendszergazda tudja felvenni, mármint aki az Office 365-nek a rendszergazdája, és az a trükk, hogy ez ne a rendszergazda legyen. Tehát itt nálunk is én is egy picit ilyen Robin Hoodként elkezdtem az Office 365 regisztrációt, és akkor mondtam a rendszergazdánknak, hogy akkor ezt a kódot oda be kellene másolni, és akkor kérdezte, hogy miért. Mondtam, mindegy, nem fontos. Úgyhogy az bekerült, és onnantól fogva én vagyok jelen pillanatban az Office 365 rendszergazdánk, én viszem fel a diákokat. Azóta, hogy most már mindenki rájött arra, hogy ez milyen jó dolog, most már a rendszergazdának is van rendszergazda jogosultsága, és most már ő viszi fel a többieknek a diákjait, de ehhez kellett az, hogy én elkezdjem, és lássa mindenki, hogy ez működik. Ami nagyon fontos egyébként, azt talán még nem mondtam, pedig lényeges, hogy az Office, hogy a OneNote-nak van egy webes változata is, tehát az a webről is elérhető, úgyhogy például olyan helyet is tudok, ahol amikor az informatika teremben dolgoznak a gyerekek, ugye mert nincsen mindenkinek saját számítógépe, informatika teremben dolgoznak, olyankor a webes változatot használják, nem töltik le a jegyzetfüzetet a saját gépükre, hanem egyszerűen azon keresztül dolgoznak, és azon keresztül használják.
Hát bárki kezeli a weblapot, meg kell tudni. Na, onnan ott bármihez lehet használni. Tehát, hogyha a gyerekek azt mondják, hogy most elindítjuk a hangfelvételt, és így csinálunk interjút, akkor elindult a hangfelvétel. De akár ha a telefonjukkal készítenek interjút, majdnem minden telefonon van egy olyan alkalmazás, hogy van OneNote-ba küldés, készítenek egy felvételt, és puff, a OneNote-ba rakják be. A diákjaim, hetedikesek, akikkel most itt OneNote-ozom, de én tudok olyan helyekről a világból, ahol negyedikesek is OneNote-oznak, meg a tizenegyedikesekkel is használják kollégáim. Én most a hetedikesekkel OneNote-ozok sokat. De szerintem pont amiatt, mert hogy rajzolni is lehet bele, pont amiatt, hogy mennyire szabad felület, kifejezetten jó fiatalabbaknak is. Nem olyan kötött akár, mint hogy a Word-be kellene valamit megcsinálni. OneNote.com, tehát ennyi a webes változat. Kell hozzá egy Microsoft azonosító, ami lehet ilyen intézményi Office 365-ös, de lehet akár is egy hotmail-es cím is, és bárki használhatja. Nálunk a gyerekeknek ilyen kis hidrid gépei vannak, tehát érintőképernyős cuccok. Mi most kezdtünk egy ilyen egy az egybe projektet, de előtte egy évig a tizedikesekkel próbálgattam ki ezt a OneNote-ot úgy, hogy néha a gépteremből és sokat otthonról használták. És az is teljesen jól működött. Az kiderült, hogy arra számítani, hogy olyan számítógépe vagy tabletje a gyereknek legyen, amit a szülők engednek is, hogy behozzon az iskolába, az illuzórikus. Jaj, a kérdés az volt, hogy laptopon vagy tableten vagy PC-n használjuk a gyerekekkel. Tehát, hogy az illuzórikus, de arra, hogy otthon van gépe mindenkinek, arra azért lehet számítani. Úgyhogy ezért így használtam. Ott például az volt a feladat, ott embertant tanultunk a tizedikesekkel, és egy nagy embertan enciklopédiát készítettek el, és az volt a lényege, hogy egymás munkáját bírálják is, és hozzászóljanak, és az értékelésüknek jelentős részét adta az, hogy hogyan írnak egymásról. Még most gyorsan eszembe jutott, hogy azért két dolgot talán megmutatnék. Az egyik az, hogy készítettem én a diákjaimmal, amikor elkezdtük ezt a egy az egybe iskolát, tehát hogy mindenkinek legyen saját digitális eszköze. Akkor csináltunk egy 20 órás digitális tanulásmódszertan anyagot, amelyik innen ide kattintva elérhető. Ennek az első része az egy OneNote-ban írt, hogy működik a OneNote. Úgyhogy azt is lehet használni bárkinek, hogyha szeretné. A többi az meg mindenféle ilyen digitális okosságokról szól, gondolattérképet hogyan lehet csinálni, a szövegértést hogyan tudja segíteni a OneNote, vagy által digitális eszköz, és így tovább, és így tovább. És a másik pedig, amit szeretnék mutatni, az pedig szintén itt van. Ez pedig egy ilyen lépésről lépésre bemutató a OneNote osztályterem készítéséhez. Szerintem válaszoltam minden kérdésre, ugye Attila? Azt hiszem, hogy igen.
Úgyhogy köszönjük szépen!